Folyamatosan, hónapról hónapra emelkednek a lisztárak, és nem is látjuk még a végét, fogalmazott Dombora Janett. A pégségüzemeltető szerint egy kisebb pánikvásárlást tapasztalható az elmúlt hetekben Kanizsán a folyamatosan érkező negatív hírek miatt. Nemrégiben a debreceni televíziónak adott interjút Lakatos Zoltán, a Hajdugabon az Zrt. elnök vezérigazgatója, amiben kiemelte, a búza tonnánkénti diára jelenleg duplája a tavainak, így könnyen lehet, hogy hamarosan 800 forintba kerül majd egy kenyér. Nem esett vissza a belvárosi pékség forgalma az elmúlt hetekben, sőt egyre többen nyitnak az adalékanyag mentes termékek iránt. A vásárlók közül viszont sokan aggódnak az áremelkedés és az esetleges készlethiány miatt. Az utóbbi pár hétben tapasztalunk egy kis pánikvásárlás jellegű dolgot, például a lisztek esetében megpróbálnak az emberek beraktározni nagyobb mennyiséget. Ez érint minket, ugye ez nálunk kapható egy jó minőségű liszt, és nem szeretnék maguktól megvonni a jó minőségű termékeket az emberek, de hát nyilván nehéz elfogadni azt, hogy ezeknek a termékeknek az ára nagyon gyorsan növekedik, tehát próbálnak egy kicsit beraktározni ezekből a termékekből. Domborai Anett szerint teljesen reális az a kijelentés, mi szerint akár 800 forintba is kerülhet pár hónapon belül egy kenyér. Abszolút reális ez a feltételezés. Üm, igazából már most azt látjuk, ugye nálunk is van uh, Ugye mi gyártunk egy magasabb árfekvésű kovászos kenyeret, nyilván ennek az előállítási költsége is jóval magasabb, és itt ez nálunk is jelentkezik az árban. Viszont emellett gyártunk élesztős kenyereket is, ugye adal adalékmentes élesztős kenyeret, de azt tapasztaljuk, hogy most már a múltiknál, illetve az ipari kenyereknél is ugyanazok az árak vannak, mint nálunk. Nem csak a kenyér lehet drágább a háború miatt, hanem az összes pékáru és akár a száraz tészta is. A szakértők úgy látják, a jelentős emelkedés akár már a nyár közepétől jelentkezhet.